árulni még. Ameddig még lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban, megőrizni a táguló szemet, melyel csodálkoztál gyerekkorodban. Elárnyékodni megszokottakon, az andezitre plántált ősi váron, virágokon, feldőkön, patakon, az azokban kerengő vadmadáron. A csillagon, a végtelen terek hajtják át a késő nyári égen, s ámulva szólni. Most voltam gyerek, s vén volnék már, s itt volna már a végem. Kertész József erdész versmondó Ápril Lajos Ámulni még című versével nyitotta meg a költő születésének 132. évfordulóján megrendezett áprili napot Visegrádon az általános iskolában. Az eseményt az áprili hét keretében rendezik meg minden évben, így emlékezve az iskola névadójára. Az intézmény 1987-ben vette fel Ápril Lajos nevét, mondta el a megnyitó beszédében Bozóki Marianna, az iskola igazgatója. Miért döntött így akkor az a Mezei Anna által vezetett testület úgy, hogy Ápril legyen az iskola névadója? Hiszen lehetett volna Mátyás király is, ugye Visegrádon Mátyás király a művelődési ház névadója is, sőt a múzeumé is. És lehetett volna számos, ismert művész, politikus és király is. És itt mégis az iskola Ápril Lajos nevét vette fel. Ápril Lajos nevét felvette, és mi ezen nem csodálkozunk. És nem csodálkozunk, hogy az az igazgató, akit Mezei Annának hívtak az ő személyiségével, efelé igazította a nagyobb testületet, hogy Ápril Lajos Visegrád köztiszteletben álló írója, pedagógusa, igazgatója, műfordítója legyen a névadó. Bozóki Marianna elmondta, hogy Ápril Lajost a tisztaság, az emberség, a hatalmas tudás és a szerénység is jellemezte. Hangsúlyozta, hogy Ápril Lajosnak nem csak költői, de pedagógusi és emberi mivoltára is emlékeznünk kell. Kívánom, hogy szeretettel tudjatok emlékezni Áprilra, az ő sokszínű arcára, és jusson eszetekbe az is, hogy őt annak idején Mezei Anna ajánlotta a ti példaképeteknek. A két ember hasonlósága számos ponton látható, követhető. Ápril Lajos költészetét minden év novemberében új megvilágításba helyezik és tárják az érdeklődők elé. A Káprázatok címet viselte az idei tematikus hét, mely hagyományosan ünnepi istentisztelettel kezdődött, majd több kulturális és sportprogram következett. Gróf Péter régész például Jeles helyek, híres emberek címmel tartott sétával egybekötött előadást a gyerekeknek, de a tanórákon is ez volt a téma. Sportversenyeket szervezett idén is az áprili hét keretében az iskola. Ebben az évben az itt tanuló diákok mellett Dunabogdányból, Verőcéről és Nagymarosról érkező csapatok mérték össze tudásukat sorversenyeken, florbalban és teremfociban. November 14-én a költő születésnapján, az áprili napon került sor a Képzelet és Valóság című rajzpályázat eredményhirdetésére is. A gyermekrajz és képzőművészeti pályázat zsűriét Schwarz Rezső, dunabogdányi restaurátor és Vegroszta Gyula tahitótfalui képzőművész tanár alkotta. Lengyel Rita grafikus művész rajztanár, a verseny főszervezője elmondta, hogy idén 13 iskolából érkeztek pályaművek. Az alsó tagozatosoknak Vörös Sándor, Csiribiri, a Hétfejű Sárkány és a Déli Felhők című versei közül lehetett választani rajzuk témájául. Azonban a felsőbb évfolyamokra járóknak már nehezebb dolguk volt.
Na most a felső tagozatosoknál ott mindenképpen áprili verse szerettem volna. Ez a két vers, amit én felajánlottam, nem a játékos kategóriába tartozik, más érzelmeket, más képzeteket fogalmaz meg a vers. Felolvasom az 5.-6.-osoknak szánt verset, mert azt gondolom, hogy aki esetleg nem ismeri, nem tudja, hogy voltak éppen mivel is áll szemben, vagy milyen kövel, milyen kihívásokat jelentette ez az 5.-6.-osok számára. A szentgyörgy pusztánk néha megremeg, s rémek közül kiront a szörnyeted. Két lábokat vecs, írtoztatva néz, hívlak, segíts meg, jó dárdás ítéz. A legidősebb korosztálynak Áprili Lajos Szélvihar című versét adták meg, de ezen kívül lehetőséget adtak arra, hogy bármilyen az álom-képzelet-valóság témakörébe tartozó szabad pályaművet is benyújthassanak. A díjazottak megjutalmazását követően Gebri Bernadett, az Aranyalma Páros Együttes tagja, egy moldvai gyűjtésből származó balladát, a Talányfejtő lányt énekelte el. Ifjú Mátyás király, olyan álmot látunk, üveg ablak alatt nagy hosszú almafa, nagy hosszú álmának 12 szép ágon, 300 levelet, 66 virágon. Ifjú Mátyás király. Ezt követően az Áprili nap kiemelkedő programja a Káprázatok címmel meghirdetett vers és prózamondó verseny következett. Három korcsoportban nevezhettek a diákok a megmérettetésre, az álom-képzelet-valóság témakörben, Áprili Lajos verseink kívül bármelyik magyar költő ezen kategóriába tartozó művével. A verseny első korcsoportját Kálazi Lászlóné, a Visegrádi Versbarátok körének alapító tagja, Póka Éva, a Szekérszínház vezetője, színész, rendező, és Mukstát Szabina, gyakorlatos színész, az iskola volt tanulója, próza és versmondó versenyek győztese értékelte. Ebben a korcsoportban Szakos Dóra és Tampu Máriusz lett a harmadik, a második helyet Pálinkási Minka nyerte el, míg a győztes Szikla Kamilla lett, aki a díjátadón is elmondta versét. Hogyha most elindulok, aztán balra fordulok, egy kis útig, titkos útig, lábújhegyen eljutok. Egyik oldalt házak hátam, fal a másik oldalon, és a lombok vercekállal átomlik a kőfalon. A második korcsoport zsűriét négy fő alkotta. Gebri Bernadett, az Aranyalma Páros alapító tagja, Péter Finovák Éva, több nagy sikerű könyv írója, Szigetiné Lőrinc Mária, az iskola nyugalmazott magyar tanára, és Szilágyi Gábor, költő, amatőr színjátszó csoportok tagja. Az 5.-6.-os korosztályból Dobos Attila külön díjat, Ondrus Réka Magdolna harmadik, Komlós Lilla második és Bene Zsuzsanna Mária első helyezést értek el. Áprili Lajos, kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugarazta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik jobból jöttem, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. A legidősebb korosztályt, azaz a 7.-8. osztályosokat Jékeli Endréné nyugalmazott magyar tanár, a Móri Zsigmond Múzeum megálmodója és kurátora, Kertész József erdész, versmondó, idegenvezető, és Péterfi Gergely, József Attila díjas magyar író, forgatókönyvíró, szerkesztő, egyetemi tanár, Áprili Lajos dédunokája bírálta el. A legnagyobbak közül külön díjas Mojs Koppány, harmadik helyezett pedig Cseke Viola lett. Hénop Laura a második, míg Waldman Lili az első helyet érte el. Áprili Lajos a kertbe ment. Uram! Én nem tudom, milyen a kertet, a virágosod és a pázsitot. Én nem tudom virágok ültetését áldásaidban,
hogy igazított. Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve júniusi vasárnap hajnalán, beteg lábával és beteg szívével, bánatosan, kertedbe ment anyám. Azonban az áprili nap itt még nem ért véget. Délután a hagyományos generációk találkozása elnevezésű programon Száj Ábel füstje Száj címmel emlékeztek a nemrég elhunyt Mezei Annára, az áprili hét rendezvénysorozat létrehozó igazgatójára. A programsorozatot szombaton a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet, Visegrád önkormányzata és az általános iskola által szervezett Áprili Lajos emléktúra zárta.